A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nagykun Szimfonikus Nyár 2021 címmel indít nyári térségi szabadtéri rendezvénysorozatot, amelynek részleteiről a Beregfürdői Park étteremben tartott sajtótájékoztatót Ignác Ervin ügyvezető, Patkós Imre ügyvezető, szakmai igazgató és Hubai Imre közgyűlési elnök. A sajtó az érintett települések vezetőinek jelenlétében Balogh Gyula Abátszalók, Sári Kovács Szilvia Karcagváros alpolgármestere és Molnár János Beregfürdő polgármestere. Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat elnöke örömmel fogadta és támogatta a zenekar kezdeményezését, hiszen, mint fogalmazott, a Tiszató és a Nagykunság érintett településein élők is szeretik a komoly zenét. Az együttes által összeállított műsor pedig kicsikhez és nagyokhoz is egyaránt szólt, hiszen van, ahol gyermek előadás is lesz, és nem mellesleg egy lemez bemutató koncert is, ami igazán emeli a fesztivál rangját. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar egy olyan repertoárral készül, amellyel Abátszalók, Tiszafüred, Karcag és Beregfürdő közönségét szeretné megörvendeztetni. Ezek ingyenesen látogatható rendezvények, ahol a zenekar egy olyan fesztivál repertoárral készül, amely a könnyed szórakozás, a könnyed kikapcsolódás, a laza elegancia keretén belül mindenki számára elérhetővé teszik ezt a gyönyörű szép műfajt. Én azt gondolom, hogy a bezártságot követően igenis ki vagyunk éhezve arra, hogy rendezvényeket látogassunk, hogy egymás társaságában kötetlenül végre jól érezhessük magunkat, és szerencsére Magyarország hatásosan védekezett a pandémia második és harmadik hullámában, így lehetőségünk nyílt arra, hogy ezen a nyáron már kissé felszabadultabban igénybe vehessük ezt a gyönyörű rendezvénysorozatot. Abátszalókon egy nagyon-nagyon hangulatos és sokoldalú színpadavatással kezdődik a rendezvénysorozat, ami egyben július 2-án megnyitja a tiszatavi turisztikai főszezont is. Majd ezt követően Tiszafüreden, a Vadonatúj főtéren, a város új rendezvényközpontjában kerül megrendezésre a zenekar koncertje, amely szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a Tiszató fővárosa rendkívül gazdag programokban, kínálatban és ehhez egyre szebb, egyre vonzóbb, egyre modernebb infrastruktúrával rendelkezik. A következő állomás augusztus 20-án Karcagon lesz, ahol én azt gondolom, hogy méltó megemlékezés lesz ez az állami ünnepről, és méltó módon fogja a karcagiak kultúra iránti igényét kielégíteni maga a koncert. Hiszen Karcagon a művészet és a művészeti oktatás, a művészet jelenléte tapintható, és rendkívül sokan értékelik ezt a fesztivál műfajt, ami már régóta hiányzik, hogy látogathassuk személyesen is. Majd szeptember 4-én a Beregfürdői nyárutó, az őszi szezon kezdet, az utószezon kezdetekor szeptember 1-én záródik a rendezvénysorozat, és a Beregfürdői repertoár hasonlóképpen az elődjeihez egy laza, kis nyárias fesztivál repertoár lesz, amiben nagyon bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a neki tetszőt, és még különleges meglepetésre is készül a Beregfürdői alkalomra a fesztiválzenekar, de ez már legyen a jövő zenéje. Ignác Ervin ügyvezető elmondta, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Nagykun Szimfonikus Nyár 21 fesztiválját, melynek 4 helyszíne van: Abátszalók, Tiszafüred, Karcag és Beregfürdő. A koncertet nagyon várják a zenekar tagjai is, akik hónapokig nem játszhattak, és most napok óta próbálnak, gyakorolnak, hogy kulturált szórakozást és kikapcsolódást kínáljanak az érdeklődő helyi és más településről érkező zeneszeretők számára. Hát a pandémia után sorba vettük azokat a feladatokat, ami a mi naptárunkban látható, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ezeknek a helyszíneknek egy rendszerbe foglalt platformot adjunk. Ignác Ervin ügyvezető társammal úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk megnyerni az ügynek a közgyűlés elnökurat. Így aztán létrejött ez a 4 helyszínt magába foglaló koncertsorozat: Abátszalók, Tiszafüred, Beregfürdő és Karcag. Azonban nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezeken a helyszíneken korábban is nagy élménnyel játszott a zenekar, és most sem szerettük volna egyiket sem kihagyni, viszont nagyon tele van a naptárunk, úgyhogy azt gondoltuk, hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha sorozatot tervezünk.
minden sorozaton nem tudjuk ugyanazt a műsort előadni, de külön fesztivál műsorként létrehoztunk egy olyan műsort, ami első fél időben egy részhúvós együttes által előadott világslágereket tartalmazó 50 perc alatt a föld körül című műsort tartalmaz, a második fél idő filmzenéket, Cápa, Jurassic Park, és hogy a végére hagyjam a slusszpoént, Berekfürdőre sikerült megnyernünk Dolhai Attilát, aki lemezbemutató koncerten fog itt föllépni, és kíséri a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. Azonban a délutáni gyerekelőadás az itt az 50 perc alatt a föld körül lesz, aminek a zeneszerzője Balogh Sándor. Ez egy nagyon érdekes, nagyon vidám, nagyon temperamentumos zene. A világ különböző tájairól nagyon ismert dallamoknak a fűzére. És van egy műsorvezető, énekes, Finta Zoltán, aki az egészet kvázi énekes műsorvezetőként poénokkal tűzlelve végig énekli. Úgyhogy bátran biztatom a strandlátogatókat is, nem fog fájni, tehát fantasztikus élmény. Én mindig, amikor megnézem, mindig újabb színeit fedezem föl. Amikor elindult a Tisza-tavi fesztivál programhoz hasonlóan a mi partíróra fesztiválunk, akkor kizárólag pályázati forrás állt még rendelkezésre, és ennek a pályázatnak az egyik kritériuma volt az, hogy non-profit jelleggel legyen megszervezhető ez a pályázat, vagy ez a program. Azért is, mert mi nem csak a turistáknak szeretnénk kedveskedni, és nem is csak nekik játszunk, az őslakosokat is szeretnénk. Tehát végigjártuk a templom túrával is a környező településeket, ahol felújított templomok vannak. Külön hangsúlyoztuk a polgármestereknek is, hogy nem azt szeretnénk, hogy fél órára ide eljövünk, és akkor itt elkápráztatunk mindenkit, mint a sztárok, hanem szeretnénk bejátszani magunkat a szívükbe. És azt gondoljuk, hogy ez sikerült is, mert most nem sokat kellett agitálni, hogy befogadjanak bennünket. Ahogy meghallották akár a Kristóf, akár a kolléganők telefonját, nyitott ablakokat. Karcagon augusztus 20-án a Városháza előtti téren hallható. A műsor első részében Balogh Sándor zeneszerző 50 perc alatt a Föld körül című művét hallhatják az érdeklődők, majd egy világ körüli útra indulnak a nézők, amelynek során a különböző országok jellegzetes zenéivel, dallamaival is megismerkedhetnek. A koncert második részében Mozivarás címmel válogatás hangzik el közismert filmek népszerű zenéiből. A Nagykun szimfonikus nyár szeptember 4-én Berekfürdőn egy lemez bemutatóval zárul. Dolhai Attila, musical és operetténekes, a Budapesti Operettszínház művésze lesz az est vendége. A zenekart vezényli Izaki Masahiro és Kanai Toshifumi. A koncertek ingyen látogathatóak.